Sziasztok, én Balázs vagyok, és egy Őrkelkedők magyarázattal epizóddal jelentkezem. Ismételten van velünk Anna, mint ezt már jól megszokhattátok az elmúlt pár videóból, és ismételten egy olyan tükröt fog nektek mutatni, mert ez nincs szükség asztalra, bárhol el tudjátok adni, akár suliba, utcán, bárhol, szóval vágjunk is bele. Anna, légy szíves, válasz egy lapot, és azt mutasd meg a kamerának, és valahova a pakliba told vissza. Köszi, és most fogjuk a lapot, és csinálok pár egyszerű emelést, valamint egy jól megszokott riffle shuffle-t, mint egy hindu shuffle-t is, és most, hogy ez megvan, csettintek egyet, és a lapod a pakli tetejére ugrik. Ez volt a lapod? Nem. Nem? Na figyelj, akkor mutatok valamit, szépen csak ennyi, és a lapod átalakul. Szóval akkor jön a tükk magyarázata. Úgy kezdünk, hogy a néző választ bármilyen lapot, mondjuk ezt, és ezt valamilyen módon a tetejére kell kontrollálni a paklinak. Egy korábbi videóban mutattam egy kontrollt, ugye a hindu kontrollt, ami körülbelül ugye ebből áll nagyjából. Szóval ez utána megtörtént, utána annyit csinálunk, hogy szépen csinálunk egy double liftet. Bármelyik double liftet lehet alkalmazni. Ez is olyan pont egy joker van a tetején, szóval, és akkor utána megcsináljuk a magát a mozdulatot, úgy hívják, hogy Earnest Change, tehát ez egy színezés, ami annyit jelent, hogy szépen ugye a lapot átváltoztatjuk a néző lapjára. Na, hogy ezt hogy kell csinálni? Ez úgy működik, hogy szépen a lapot föltoljuk egy kicsit, így, hogy aztán a tenyerünknek ezzel a húsosabb részével így lehúzzuk a másik lapot alul, egészen addig még halljuk ezt a hangot, ahogy a lap felugrott, ekkor a tízest visszatoljuk a mutatójunkkal, a lapot pedig szépen így fölé toljuk a másiknak, és ezáltal sikeresen meg tudjuk csinálni a színezést. Szóval nézzük meg még egyszer, föltolom a lapot, alulról a tízest így kihúzom, ezt letolom, és így szépen átszínezem a Jokert, vagy bármelyik másik lapot. Szóval ez egy nagyon jó erős színezés, ugyan gyakran nézők könnyen ki tudják találni, hogyha nem jól csináljuk, de ha profil megcsináljuk, akkor soha nem fognak rájönni a nézők, hogy ezt vajon hogyan csináltuk meg. Ha sokat gyakoroljátok, akkor előbb-utóbb nagyon jól fog menni, úgyhogy megéri, jól begyakoroljátok.